Ütköző este. Lesz népszavazás a kötelező betelepítési kvótáról, elrendelte ugyanis az országgyűlés. Szeptember vége vagy október eleje lehet a népszavazás időpontja, a kérdés pedig, amire választ vár a kormány, a következő. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Jó estét kívánok, a szerkesztő Nárai Balázs nevében is köszöntöm Önöket, Csete Beáta vagyok, és akikkel körbejárjuk a kvótakérdést ma este, telefonon lesznek itt vendégeink, Lánci Tamás, a Század végvezető elemzője, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Szakács András, a Méltányosság politika elemző központ munkatársa, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, nézzük akkor legelőször az ellenzéki véleményeket. Nagyon érdekes volt, tulajdonképpen egyedül az LMP volt, aki azt mondta, hogy a Schiffer András, bocsánat, maga az LMP még nem nyilatkozott, Schiffer András volt, aki kijelentette, hogy a kérdésre csak nemmel lehet szavazni, ugyanakkor nem vesznek részt a kampányban, ugyanis szerinte a kormány nincs abban az erkölcsi helyzetben, hogy népszavazást kezdeményezzen. Az MSZP ugye azt sajnálta, hogy más népszavazás nem lesz ezen a napon. A DK szerint a kvóta referendumon valójában arra kér felhatalmazást Orbán Viktor, hogy kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. És akkor még ugye a Jobbik verziója van, aki már rögtön az ördögöt festi a falra. Mi lesz, hogyha nem lesz eredményes? No, nézzük akkor, arra kérem elemzőinket, először Lánci Tamást, hogy reagáljunk ezekre a reakciókra. Az ellenzék számára egy kellemetlen és nehéz helyzet ez a mostani, hiszen jól látható, hogy a népszavazásnak nagy a támogatottsága, vélhetően sokan fognak részt venni, és az is látható, hogy nagyon sokan szeretnék elmondani a véleményüket. Az ellenzék számára ez azért egy nehéz helyzet, mert mégiscsak látható, hogy a kormány az, amelyik a következő fél évben meg fogja határozni ezzel a kérdéssel a politikai napirendet, és az is látható, hogy a kormány álláspontján mutatkozik most többség. Ebben a helyzetben mit tehet az ellenzék? Ha szembe megy a kormány akaratával, meg a kormány elképzelésével, akkor a választókkal megy szembe. Nyilván ezt direktben egyetlen ellenzéki párt volt talán, amelyik megengedte magának. A többiek próbálnak eloldalazni, próbálnak kibúvottálni, próbálnak olyan tematizációs kísérleteket folytatni, amivel elterelhetik a figyelmet arról a kérdésről, amire a kormány szeretné irányítani, és más irányba szeretnék terelni a választóknak a figyelmét. Ki a maga módján erre tett egy kísérletet itt az ellenzéki reakciókkal. No, nézzük, hogy látja Szakács András az ellenzéki reakciókat. Hát alapvetően én nem bocsátkoznék jósásba, hogy mekkora lesz a részvétel, vagy alacsony lesz a részvétel, azért azt ne felejtsük el, hogy még jó pár hónap vissza van addig, ameddig meg lehet, vagy ameddig valóban meg fog valósulni ez a népszavazás, úgyhogy, és egy hosszú kampány elé nézünk, ugyanakkor érdekes kampány elé, mert ugye itt be fog ékelődni egy nyár, ami azért viszonylag a politikai volt szezon. Úgyhogy az ellenzéknek igazán nehéz dolga lesz ilyen téren, hogy pont a nyári időszakban kellene valamilyen fajtával. Ugyanakkor, bocsássa meg, uniós viszonylatban lesz egy brit népszavazás is, nem lesz ez annyira a holt szezon? Igen, csak hogy a magyar politika, a magyar választói szempontból azért a magyar választók a külpolitikai kérdések iránt az elmúlt 26 évben eléggé csekély érdeklődést mutattak. Most ez egyébként felfutóban van, ezt többször ezt szoktam mondani, ha sokan is kritizálják a Fidesz és a kormányzatnak a politikáját, ez kétségtelen, hogy az elmúlt azért 4-5-6 évben az egy nagy érdeme, hogy Magyarország már a nemzetközi kontextusban is megjelenik a választók számára. Tehát nem csak és kizárólag mindig Magyarországot saját maga szempontjából elemezzük, hanem megpróbálja elhelyezni a Fidesz Magyarországot, illetve próbál reagálni nemzetközi folyamatokra, ez egyébként egy verseny hátránya az ellenzéknek, ezt kéne szépen lassan ledolgozni. Ugyanakkor azért, ha megnézzük a külpolitikai hírek olvasottságát, vagy beszélgetünk újságírókkal, azért az egyértelmű, hogy annyira nem rázza meg, vagy annyira nem érdekli a magyar választókat a külpolitikai híradás. Tehát valóban izgalmas a brit kérdés, de ne csapjon be minket a saját magunk érdeklődés, vagy a saját magunk preferenciája. Ez valójában egy általában összegészében a magyar társadalom számára, maga majd a brit kampány,
ami ugye jelenleg is zajlik, nem biztos, hogy annyira érdekes. Persze az eredmény, hogy most akkor bent szeretnének, amelyet ki szeretnek lenni, persze adhat egy új dinamikát a politikai diskurzusnak, de alapvetően azért a magyar választók Magyarországra szoktak figyelni. Mindenesetre, szóval a lényeg, hogy azzal valóban egyetértek, hogy az ellenzéki pártok keresik a helyüket, nagyon nehezen tudnak megtalálni olyan álláspontot, amivel egyértelműen tudják magukat határozni, köszönhetően annak, hogy azért itt szerintem az ellenzéki pártoknál kialakult egyfajta félelmet a témától, mert itt láthatóan nagyon otthonosan mozog a kormánypárt. Úgyhogy szerintem igazából most a legnagyobb dilemma az ellenzéki pártok számára az, hogy itt alakítsanak ki egy markáns nézőpontot, ezzel szemben határozzák meg magukat, vagy legyen az, hogy inkább elengedik ezt a kérdéskört, és megpróbálják egyébként demotiválni a választókat, és mondjuk egy olyan kampányt folytatni, hogy ne legyen megfelelő számú szavazat a majd a népszavazáson. Ugye tavaly volt, és akkor tegyük itt tisztába ezt az egész kvóta kérdést, hogy egyáltalán hogy honnan indultunk, és hol áll most ez a történet. Ugye tavaly volt a tanácsnak egy döntése, amiben elrendelték ezt a kötelező betelepítési kvótát, és ezt támadta meg ugye a magyar kormány, ez ellen emelt szót. Itt, hogyha a bírósági eljárás lezárul, akkor is szükség lesz egy népszavazásra, kérdezem Lánci Tamást, vagy akkor már nincs tulajdonképpen semmiféle érvénye? Két különböző dologról beszélünk. Tavaly egy változó számú, végül aztán 160 ezerben megálló kontingensről döntött az Európai Unióban a belügyminiszterek tanácsa. Ennek a jogosságát, ennek a legitim voltát a magyar meg a szlovák kormány vitatta, és ezzel kapcsolatban egy bírósági eljárást kezdeményezett Európai Fórumon. Ez zajlik, ez a bírósági eljárás, de ez teljesen független attól, amiről majd vélhetőleg valamikor szeptemberben, októberben szavazni fogunk Magyarországon, hiszen ez a jövőbeli tervekre vonatkozik, amelyről már az Európai Unióban vitatkoznak, javaslatokat fogalmaznak meg. Lényegében arról van szó, hogy egy állandó, permanens, újból és újból évente megújuló rendszerben Magyarország és a többi 27 uniós tagállam számára valamilyen mechanizmus alapján az Unióban előírt módon tennének le Magyarországon, nyomnának át Magyarországra a migránsokat. Erről fogunk szavazni, arról, hogy legyen-e ilyen mechanizmus, és hogyha van ilyen mechanizmus, az Magyarországra érvényes legyen, vonatkozzon-e. Ez ennek a tétje. Ettől független a bírósági eljárás, amelyik nyilván halad a maga útján. Arra kérem Szakács Andrást, hogy segítsen nekem megérteni, és nyilván még néhány hallgatónak is ezt az úgynevezett Juncker képletet, most nevezzük az egyszerűség kedvére ennek, ami alapján ugye kiszámolták azt, hogy Magyarországra például 1294 migránst lehetne, vagy kellene, bocsánat, kellene betelepíteni, mert hát ugye itt a kötelező a kulcs szó most. Részben, hogy mi alapján számolták ki az 1294-es számot? Hát ugye alapvetően az egyik legnagyobb problémája egyébként magának az alapvetően az Európai Uniónak, és ez egyébként különben például a szabadkereskedelmi egyezményeknél most nagyon látványosan megjelenik. Az átláthatóság, illetve magának a kommunikációja az egész kérdéskörnek. Tehát az Európai Unió, és akár mint beszéltünk a Juncker képletről, vagy úgy általában, hogy pontosan milyen mechanizmusok alapján, hogyan döntöttek, ez egy óriási hiányosság egyébként. Ennek megvannak egyébként valószínűleg az okai, hogy miért nem kommunikálják ennyire jól, vagy ennyire részletesen azt, hogy mondjuk milyen gazdasági adatokat vettek figyelembe, amikor kiszámolták ezt, a népességi adatokat, hogy mennyire befogadó a társadalom. Tehát ez alapvetően nincs ennyire, vagy olyan részletesen lekommunikálva, hogy megérthető legyen, hogy ez a szám például hogyan lett alapvetően kiadva. Ugye azt azért látszik, hogy viszonylag azért a népességhez ez aránylik, illetve a gazdasági teljesítményhez aránylik, de szerintem sokkal fontosabb lenne alapvetően, hogy a kulturális lehetőségeket is figyelembe vegye egy ilyen képet. Tehát azt mondani, hogy például a kelet-európai társadalmak teljesen máshogy szerveződnek, és teljesen más történelmi hagyományok van a különböző kisebbségek vagy kívülről jövő
embereknek a befogadásában, mint például a német, az olasz, vagy a spanyol, vagy például a brit társadalomnak. Ez persze nem annyira exakt, mint mondjuk leírni, hogy kinek mekkora a GDP teljesítménye, vagy kinek mekkora menekültügyi kapacitása van. Ez egy sokkal szubjektívebb lehetőség, ugyanakkor ez is attól függetlenül egy tudományág, hogy különböző kulturális vagy szociológiai mintázatokat rajzolunk fel. Úgyhogy valószínűleg ennek is köszönhető, hogy alapvetően ilyen nagy az ellenállás, mert nem teljes mértékben átlátható, hogy akkor hogyan, miként és mi által lett. Mennyi időre vonatkozott? Bocsánat, szerintem az ellenállás nem emiatt bontakozott ki, és nem csak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai országokban. Az ellenállás azért bontakozott ki, mert ez talán egy olyan kérdés, ami a legmélyebben, a legérzékenyebben érinti ezeknek az államoknak a szuverenitását. Ott, ahol egyébként már most is jelentős tömegekben élnek migránsok, bevándorlók, ott természetesen ez a kérdés már nem kérdés abban az értelemben, hogy akarnak-e ezekkel az emberekkel együtt élni, mondjuk Németországban, Franciaországban, hiszen ők erről már döntöttek korábban. Ezek a nemzetek eldöntötték, hogy akarnak más vallású, más etnikumú népcsoportokban nagy számban együtt élni. De Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország számára ez nem egy eldöntött kérdés, és erről nekünk, ezeknek a nemzetállamoknak nemzetállami szinten kell döntenünk. Ez ugye a magyar kormány és egyébként a térségben lévő más országoknak is az álláspontja, és ez az, amit vitat az Európai Unió néhány tagállama, nyugati tagállama, illetve maga Brüsszel. A vita tehát egy szuverenitás vita, nem átláthatósági vita, nem legitimációs probléma önmagában, hanem szuverenitás vita, kinek van joga eldönteni, hogy kivel éljen Magyarországon együtt 10 millió magyar. És én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben Brüsszel egy végtelenül érzéketlen, durva lépést tett akkor, amikor azt mondta, hogy ha Magyarország, illetve a migránsokat befogadni nem hajlandó országok elutasítják a kvótát, akkor ugye ez napvilágot látott, hogy 70-80 millió forintos migránsonként 70-80 millió forintos bírságot fognak kiszabni Magyarországra. Tehát minden be nem fogadott migráns után ekkora bírságot szabnának ki, ami ugye 100 milliárdos terhet jelentene Magyarország számára. Én azt gondolom, hogy ez ebben a vitában egy hát több mint barátságtalan lépés volt, hanem egy politikailag teljesen elhibázott lépés, hiszen látható, hogy ezekben az országokban, kelet-közép-európai országokban most is nagyon nagy az ellenállás. Ezzel a diktátummal szemben még nagyobb lesz, még erősebb, ez tovább fogja feszíteni, repeszteni az Európai Uniót, ami most sincs jó állapotban. És akkor ne is beszéljünk ugye még arról, vagy hát inkább beszéljünk arról, hogyha ráerőltetik ugye a tagországokra, kötelezően szétosztják ezeket az embereket, adegy, hogy milyen elvek szerint, melyik országba kik kerülnek, átkettő pedig mi van, hogyha ők nem akarnak Magyarországon maradni, vagy egész egyszerűen nem is akarnak idejönni. És ez csak egy dolog, hogyha fogják magukat és elmennek, de mi van abban az esetben, hogyha nem tetszésüket, esetleg erőszakkal fejezik ki. Erre van valamiféle rendelete az Európai Uniónak, vagy a bizottságnak? Erre vonatkozóan van valami anyagi vonzat, hogyha ők elmennek innen, mert nem akarnak itt maradni, nekünk akkor is fizetni, vagy hogy fog ez történni? Hát nyilvános javaslata az Európai Uniónak egyelőre nincs. De azért sejthető, hogy ezeken a kérdéseken Brüsszelben is gondolkodnak, hiszen a probléma nyilvánvaló és evidens. Tehát miért maradna mondjuk egy migráns, mondjuk egy Debrecen melletti befogadótáborban, hogyha egyébként ő elmehet egy gazdagabb országba, és ahol mondjuk magasabb szociális juttatásokhoz juthat. És innen már csak egy lépés, ha valaki végig gondolja ezt a logikai sorozatot, innen már csak egy lépés, hogy azt mondják valahol Brüsszelben, hogy elérkezett az idő, hogy egységes szociális támogatást vezessenek be. És akkor innentől kezdve a migráns teljesen mindegy, hogy hol van, ő mindenhol meg fogja kapni a segélyt, legyen az Magyarország, legyen az bárhol más. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem ilyen technikai problémákon fog megbukni ez a kvótajavaslat. Erre szerintem Brüsszelnek vannak titkos tervei, amivel ezeket adott esetben tudja kezelni. Itt maguknak, a nemzetállamoknak az ellenérzésén bukhatnak, hogy egész egyszerűen azok az országok, ahol a lakosság, az állampolgárok nem szeretnének nagy mennyiségben általuk nem
befogadandónak ítélt népcsoportokkal együtt élni, ott egyszerűen nem fogják ezt a döntést végrehajtani. El fogják utasítani. Ha nem népszavazáson, akkor a legközelebbi esedékes országgyűlési vagy parlamenti választáson. Szakács András, alapvetően csak kiegészítve ezt, hogy biztos vannak titkos tervek, én a nyilvános tervek között tudtam tájékozódni, és azért az elég. Tehát, hogyha visszamegyünk egyébként egy másfél évvel, de inkább egy évvel, akkor nem csak a bizottság vagy az unió részéről, bár ez egy kicsit megfoghatatlan részéről jött javaslat, hanem nemzetállami szintről, német részről, méghozzá ugye azt nagyon komolyan gondolkoznak, és állandóan visszatérő, egyébként teljesen nyilvános és visszakereshető javaslat, hogy ugye a különböző juttatások az helyszínhez kössük. Tehát oké, hogy igen, valóban legyen egységes mondjuk a juttatásoknak a mértéke, hogy ez ne legyen egy lakhelyet vagy az adott kiutalt országot elhagyó motiváció, de csak és kizárólag ott azon az adott helyszínen vehető fel az adott támogatási összeg. Tehát az nem lehetséges, hogy mondjuk megítélnek egy egységes támogatási összeget valakinek, aki mondjuk Szaktaharkányban kerül le letelepítése, és akkor ő elmegy mondjuk egy német munkaügyi vagy segélyeket osztó központba, és ott felveszi, hanem csak és kizárólag Magyarország területén veheti igénybe mondjuk a lakhatási támogatást, veheti igénybe a különböző szociális ellátórendszereket. Tegyük hozzá, innen megint csak egy lépés azt mondani, hogy Magyarországnak egyébként kötelessége gondoskodni ezekről az emberekről, kötelessége egyébként a Brüsszel által meghatározott mértékű szociális juttatásokat juttatni ezeknek a migránsoknak. Innentől kezdve azt gondolom, hogy mindenki épésszel föl tudja fogni és be tudja látni, hogy ez milyen szociális feszültségeket szítana Magyarországon. Én senkinek, egyetlen politikai erőnek se kívánom, hogy ilyen problémákkal kelljen megbirkóznia, és szerintem ezt a magyar választópolgárok is pontosan látják. Tehát még ha nem is, gondolták végig ilyen mélységig, de szerintem könnyen és viszonylag egyszerű logikai sorrendben végig gondolható módon látható, hogy olyan problémákat generálunk az egész kóta javaslata, olyan újabb és újabb problémákat, nagyobb és még nagyobb problémákat állítunk elő, ami nem a megoldáshoz visz közelebb, hanem ahhoz, hogy Magyarországon és Közép-Kelet-Európában, ahol egyébként nem voltak ilyen jellegű feszültségek, most legyenek. Alapvetően kicsit érdemes visszakanyarodni egyébként ez a szuverenitás vitához, vagy szuverenitási kérdéshez nemzetállami szinten, és ezekre a vitákra most érdekes módon mindenki nagyon rácsodálkozik, mind jó, mind baloldal, hogy léteznek ilyen szuverenitási viták, holott 2004-ig bezárólag, amikor elkezdtük az Európai Unióhoz való csatlakozást, akkor már lezajlott egy ilyen vita, majd 2004-től fokozatosan újabb és újabb viták kerültek napirendre. Az sajnos sem a politikai, gazdasági, sem pedig a társadalmi elitet nem nagyon rázták meg különböző fontos viták, de azért voltak itt az elmúlt évtizedekben, most két évtizedben lassan méghozzá, akár adókérdésben, akár a hadsereg kérdésében, szuverenitáshoz kapcsolódó viták, tehát ez valójában nem idegen az Európai Unió működéséről, hogy megmondjuk azt, hogy mondjuk mennyi legyen a maximális áfa értéke, miket és hogyan lehet például csökkenteni. Azért hozom fel az áfát, mert az adóbeszedés az egy kimondottan ilyen neuralgikus vagy nagyon fontos pont egy nemzetállamnak a kérdéskörébe, hogy hogyan, miként, mekkora áfát vagy különböző adókat szedhet be. Ezeket mind egyeztetik el Brüsszellel, a többi tagállammal. De egyébként igen, csak erről döntöttünk, elnézést, hogy illetlenül közbevágok, csak erről a kérdésről döntöttünk. Tehát az adó jogszabályokat harmonizáltuk, amikor aláírtuk a csatlakozási megállapodást, akkor döntöttünk arról, hogy egyébként az adó jogszabályainkat egyeztetjük. Tehát itt, még akkor is, hogyha vannak surlódások mondjuk Brüsszel és az egyes tagállamok között, de alapvetően mindenki tisztában volt, hogy azokkal a játékszabályokkal, hogy az adó tekintetében jogharmonizációra kerül sor. De azért arról soha senki nem döntött. Magyarországon nem hoztunk olyan döntést, és nem is ruháztunk át olyan szuverenitást Brüsszelre, hogy Brüsszelből megmondják, hogy Magyarországon milyen etnikai összetételű legyen a lakosság. Erre egész egyszerűen semmikor sem kapott felhatalmazást Brüsszel. Itt valójában arról van szó, hogy a nagy tagállamok eldöntötték, hogy ezt a kérdést ők erőből át fogják vinni, és el fogják dönteni. És ez az, ami ellen egyébként a most érdeksérelmet szenvedő kelet-közép-európai országok föllépnek. És az Európai Uniónak egy külön tragédiája egyébként, hogy mindenre egy olyan időszakban kerül sor, amikor az Európai Uniót egyébként számos olyan nagy probléma feszíti, mint például a brit kilépés, azért ne felejtsük el, ilyenre azért nem nagyon volt még példa az Európai Unió történetében, hogy reálisan felmerült, hogy egy nagy tagállam mondjuk kiléphet.
De itt van a görög válság, amit szintén nem sikerült megoldani, itt van az ukrán-orosz válság, amit szintén nem sikerült megoldani. Tehát itt hosszan sorolhatnánk azokat a kérdéseket, amik feszítik szét az egész Európai Uniót, és akkor jön Brüsszel a maga bárdulatlanságával, érzéketlenségével, és közli, hogy majd ő erőből eldönti, átviszi ezt a kvóta javaslatot, és aki nem áll be a sorba, azt majd egyébként 70-80 millió forintos per migráns büntetéssel sújtja. Ez őrület. Ja, és aki ráadásul népszavazásra akarja bocsátani a kérdést, azt pedig kioktatják arról, hogy ez egyébként az Európai Unióban nem szokás, mert hova vezetne az, ugye ezt hallhattuk Junckertől, illetve talán a luxemburgi külügyminisztertől, hogy hova vezetne az, hogyha az Európai Unióban megkérdeznénk a népet ilyen fontos kérdésekről, az az Európai Unió széteséséhez vezetne. Hát ez egy nagyon-nagyon furcsa, és eddig azért ilyen mélységi ki nem fejtett gondolat az Európai Uniós tisztségviselőtől. Alapvetően egyébként szerintem az probléma, és szerintem most is elhangzott, hogy nagyon-nagyon összecsúszik Brüsszel, illetve a nagy tagállamoknak a kérdésköre vagy érdekérvényesítése. Általában ezt ilyen szinonímaként szoktuk használni, mert szerintem problémás, mert hol egyszer azt mondjuk, vagy azt szokták mondani a kritikusok, hogy ugye a nagy tagállamok erőltetik rá a gyakorlatilag Magyarországra, vagy a keleti tagállamokra ezt az újfajta kvótarendszert, hol meg azt mondjuk, hogy Brüsszel... Miért nem így van? Hát, de nem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy Brüsszel egy saját önálló politikai entitás, aki önmaga politizál. Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy nem az, hiszen nincs például különálló hadserege, nincs különálló szociális rendszere, tehát akkor különálló entitás vagy nem, máskor meg azt mondjuk, hogy gyakorlatilag a nagy államok csinálják ezt az egészet, a nagy államok erőltetik rá, viszont akkor azt kell mondanunk, hogy valójában Brüsszel és az Európai Unió nem egy önálló entitás, hanem gyakorlatilag csak egy terepe, ahol a kisebb és nagyobb tagállamok játszanak egymással. Ez nagyon nem mindegy, ez lehet, hogy politikai retorikában lehet ezzel játszani, de mondjuk politikatudományban, politológiában nagyon fontos látni, hogy a döntési mechanizmusok között valójában mi az, ami döntünk. Valóban a nemzetállamok, vagy a nagyobb nemzetállamok Brüsszelt felhasználva próbálnak kierőszakolni különböző döntéseket. Na de ne haragudjon, mit ér ez egy magyar állampolgár? Pontosan azt érzi, hogy vannak valahol nagy hatalmak, ott mondjuk 2-3 ország, akik döntenek róla. Hát alapvetően nem, tehát nem is igazán tudjuk, tehát nagyon-nagyon-nagyon kevés felmérés van azzal kapcsolatban, hogy ilyen mélységi szinten hogy gondolkoznak a Brüsszelről, vagy általában az Európai Unióra a magyar állampolgárok. Mindig csak azt akart lejönni a médiában, illetve a köztudatban, hogy mondjuk az Európai Uniós különböző intézmény rendszerébe vetett bizalmi szint, vagy magában az Európai Unióban. Egyébként Magyarországon van egy nagyon érdekes kettőség, az pedig az, hogy viszont nagyon jól szemlélteti az Európai Uniónak a problémáin, hogy magának az Európai Uniónak, így mint fogalomnak a megítélése, az egyébként unión átlag feletti, és ez mindig is így volt, a mai napig 2004 óta mindig nagyon pozitív volt. Ha már levisszük szakpolitikai szintre, vagy különböző ügyek kérdésében, ahogy politizál az Európai Unió, ott már az európai átlaghoz inkább közelít, vagy egy nagyon kicsit alatta van. Tehát, hogy az Európai Uniót, mint szervezet, azt nagyon pozitívan ítélik meg a magyar állampolgárok, ugyanakkor ahogy politizál, vagy amiket csinál, ott már vannak kritikák. De ezekben a statisztikában nem jelenik meg az, hogy alapvetően mondjuk az Európai Unión belül megjelenített mondjuk mezőgazdasági politikát, azt azért kritizálják, mert mondjuk a Franciaországnak van egy bizonyos álláspontja, amit képes a súlyánál fogra végigverni, vagy mondjuk azért kritizálni mondjuk a menekültügynek a kérdését, mert Németországnak akkora súlya van az Európai Unión belül, hogy ezt képes keresztül verni a rendszeren. Ezt nem tudjuk, pedig ezt érdemes tenni. Álljunk meg itt szerintem egy picit, elnézést. Szóval nincs leírva a tény és való, hogy melyik országnak mekkora súlya van. Na de hát pontosan látjuk azt, hogyha Magyarország kritizál, vagy Magyarország nemet mond például egy ilyen döntésre, akkor vannak nagyobb hatalmak, amelyek meg azt mondják unión belül, hogy már pedig itt aztán kötelező jelleggel kell, tehát itt nem lehet ellenállni, és nem lehet népszavazgatni. Hát alapvetően egyébként le van írva, ezt, hogy az Európai Parlamentben megvannak az arányok, tehát hogy kinek mekkora szavazati aránya van ugye az Európai Parlamenten belül. Valóban a tanácsban ugye mindenki egyenrangú, tehát ott mégiscsak a miniszterelnökök, miniszterek megjelennek, tehát mindenkinek egy darab szavazata van. Tehát azért van egyfajta súlyozás az Európai Unión belül. Inkább arra próbálom
kell hívni. Értem, csak bocsáss meg, akkor ez arról szól, hogy egy kis országnak ne legyen külön akarata, ne legyen szuverenitása, ne legyen szava, hanem hódoljon be és cselekedjen úgy, ahogy azt egy nagyobb ország több szavazattal mondja? Nem, gyakorlatilag ezért van az Európai Tanács. Ez egy olyan fokú fék, vagy olyan fokú, hát gyakorlatilag az ilyen hatalmi pozíciókat kiegyensúlyozó szervezet, amiből tökéletesen látni, pont annak köszönhetően, hogy például a Szlovákia, például Magyarország, vagy ezek a különböző kisebb országok az ottani politizálásukkal gyakorlatilag szépen tudják hárítani, mondjuk például a nemzeti szuverenitást érintő kérdéseket. Tehát az egész rendszer gyakorlatilag azért nem működik, de ez egy Európai Tanács. Ez egy elméletben jól hangzó, a valósághoz, vagy a valósága kevésbé korreláló elképzelés. Tehát valóban az Európai Unió intézményrendszere így néz ki, ahogy hallhattuk, de hát informálisan tudjuk jól, hogy nem így működik. Tehát jól látható, hogy Németországnak vezető szerepe van az Európai Unióban, nem kis részben azért, mert egyébként számos tagállam, egyébként nagy tagállamok is, a német adófizetők pénzéből élnek, hogyha a német adófizetők befizetései nem szavatolnák ezeknek az államoknak a túlélését, gondolok itt Spanyolországra, Olaszországra, de akár mondhatjuk Görögországot is, akkor az Európai Uniónak ez a része lényegében nyugodtan államcsődöt jelenthetne, összeroppanna. Tehát itt azért a németeknek például komoly zsarolási potenciáljuk van, de magának Brüsszelnek, tehát a brüsszeli intézményrendszernek is nagyon komoly zsarolási potenciálja van. Hát ezt, ha valaki, akkor mi magyarok például pontosan láthattuk mondjuk 2010 és 2014 között, hogy hogyan zsarolta az Európai Bizottság például Magyarországot, hogyan játszott például a magyar hiányszámokkal, miközben Magyarország prudensen teljesítette a hiányszámokat, szorította le kíméletlenül a költségvetési hiányt, jobban teljesített ilyen téren, mint mondjuk a legtöbb európai ország, és ennek ellenére Magyarország feje fölött ott lebegtették folyamatosan a Damoklész kardjaként az európai források kifizetésének a felfüggesztését, és ezzel zsaroltak minket. Jól lehet, nálunk sokkal nagyobb költségvetési hiánnyal rendelkező országok esetében ezt nem tették meg. Ez egy nyílt zsarolás volt, semmi köze nem volt a pénzügyi szakpolitikákhoz, egész egyszerűen az Orbán kormányt próbálták gáncsolni. És egyébként ugyanez most megfigyelhető migrációs kérdésben, hiszen elhangzott nem egy uniós tisztségviselő szájából, hogyha Magyarország nem áll be a sorba, nem fogad be migránsokat, akkor majd felfüggesztik az Európai Uniós támogatásokat. Amit persze jogszerűen nem lehetne megtenni, de informálisan mégiscsak meg tudja tenni az Európai Bizottság, és ezzel mondjuk tudna esetleg adott esetben Magyarország számára gondot jelenteni, vagy problémát okozni. De azt gondolom, hogy ezen már túlléptünk, hiszen nem Magyarország és Brüsszel áll szemben ebben a vitában, hanem most már jó pár ország felsorakozott. Megvan szerintem a tagállamoknak egy kritikus tömege. Ezt a mennyiségű tagállamot megzsarolni azt gondolom, hogy nem lesz könnyű. Egy nagyon-nagyon éles politikai csatára számítok a következő fél egy évben. Uraim! És nyilvánvaló, hogy Magyarország és a magyar kormány azért is szeretne egyébként népszavazást, hogy a saját legitimációját megteremtse és növelje ebben a kérdésben, minél nagyobb támogatottságot tudjon maga mögött, amikor a Brüsszelben csatára kényszerül. Ennyi fért a mai adásba. Lánci Tamásnak és Szakács Andrásnak köszönöm, hogy velünk tartottak, a szerkesztő Nárai Balázs, Lajer Rita, illetve Szőlős Éva nevében is köszönöm figyelmüket. mediaclick.hu, ezen az oldalon megtalálják adásainkat. Szép estét, Csete Beltet!